Kolozsváron két napilap jelent meg, az egyik a Világosság, amelynek én ugye riportereként, jegyzetírójaként adtam írásokat, miközben azért ugye hát a Móricz Zsigmond kollégium tagja lévén ugye a középiskolai tanulmányaimat végeztem. Ez a Világosság a Magyar Népi Szövetség szellemiségét sugározta, ez pedig alapvetően nemzetiségi, jogi, küzdelmi szellemiség volt. Tehát a háború utáni összeomlottságból kellett az erdélyi magyarságot valamiképpen újból élet lehetőséggel ugye menteni a teljes szétesettség állapotából, vagy az elvándorlás veszélyétől valamiképpen védeni. Különben hatalmas tömegek hagyták el akkor Erdélyt, ez egy külön drámai történet. A másik az Igazság. Az Igazság volt a pártlapja. Direkt módon pártadminisztráció keretében szerkesztett és kiadott lap, amely ugye a kommunista párt észak-erdélyi szervezetének a lapjaként kapcsolódott az országos román kommunista párt fórumaihoz. Na most mi, akik a Világosságnál dolgoztunk, hát jó magam, nem oly módon, ahogyan ugye a közvetlen munkát, lapszerkesztést végző kollégák, hanem jó darabig inkább külső munkatársként. Tehát mi, akik Világosságnál dolgoztunk, minden esetben próbáltuk hangsúlyozni azt, hogy a mi mestereink azok a magyar népi irodalmi vonulat óriásai. Politikai értelemben is őket tartottuk mestereinknek, ugye Németh Lászlót ugyanúgy, mint I.S. Gyulát, de Veres Pétert is, aki pedig határozottan radikálisabb eszméket vallott. De amiként I.S. Veres Péter és Németh László megfért egy kalapnyi ég alatt, ugyanúgy fértünk mi meg egymás között Kolozsváron azokkal a fiatalokkal, akik a pártlapnál dolgoztak, de mindig, minden esetben abban maradhattunk ugye külön utasok, hogy a retorikánk az volt, amit I.S.-től tanultunk, és nem az, amit az Igazság például ugye direkt pártpropagandaként prezentált. Egyrészt, másrészt pedig én például Isten tudja, hogy miért, de kezdettől fogva óckodtam attól, hogy pártlaphoz kerüljek.